hogyha tudnám, hogy miről szól, vagy hogyha tudtuk volna, hogy miről fog szólni, akkor valószínűleg nem csináljuk meg másfél órában, külön egy színházi előadásban, külön egy filmben, hogyha ezt el lehetne mondani mondjuk 2 percben, nyilván azért csináltuk másfél órában. De hát röviden, hogyha csak a szüzsét vesszük, akkor az egy család egy napja Magyarországon, Budapesten, a filmben konkrétan ebben a lakásban játszódik. Tulajdonképpen a forgatás óta nagyon nem is változott itt semmi. És egy hétköznap van kiemelve a nagy életfolyamból, és ezt amennyire mi tudtuk, a lehető legprecízebben megpróbáltuk bemutatni, hogy hogy zajlik mondjuk egy átlag magyar családnak egy napja. Vagy... És itt aztán nagyon sok minden fölmerül, tehát mi mindig a karakterekből indulunk ki, mert az a felvetésem, hogy a karakterek, hogyha eléggé pontosan, precízen vannak megrajzolva, akkor generálni fognak maguk köré helyzeteket, és a helyzeteknek az egymásba kapcsolódása, organikus vagy lehetőleg természetesebb egymásba kapcsolódása, vagy kapcsolása lesz maga a történet. Tehát mi az elején úgy indítottuk el az egész folyamatot, hogy volt néhány alapkarakter. Ezek adottak voltak, mert volt az a néhány színész, akik vállalkoztak erre a munkára, tehát belülük kellett kiindulni. És a karaktereket egyre, tehát ahogy zajlottak a próbák, egyre finomabbra rajzoltuk, tehát megpróbáltuk a családi hátterüket, a gyerekkorukat, a szokásaikat, az ízlésüket, tehát minden nagyon pontosan meghatározni. Persze ebből a filmbe sok minden nem került be, tehát ez mi csak a jéghegy csúcsát mutatjuk meg a filmben, de mi tudjuk. És ez nagyon fontos, ez a tudás ahhoz, hogy ezeket a karaktereket el tudjuk játszani, meg tudjuk életszerűen szólaltatni. És amikor megvoltak ezek a karakterek, akkor toltuk alájuk a témát, és azok pedig a leghétköznapi dolgok tulajdonképpen, és egyszerre a legfontosabbak is, amiről napról napra szól az életünk, tehát az, hogy mi van a gyerekkel, jól neveljük-e, nem jól neveljük, minket jól neveltek-e, mit hozunk otthonról, mi az, amit érdemes megtartani ebből, mi az, amit az ember legszívesebben kitörölne, de nem tud. Mi a helyzet az irigységgel, mi a helyzet az egzisztenciával, mi a helyzet a következő nappal, vagy a következő napokkal. Ilyen dolgokról szól, és ez amiatt, hogy a jeleneteket próbáltuk úgy egymáshoz kapcsolni, hogy nem egy forgatókönyvírói lelemény vagy spekuláció szándéka fűzte össze őket. Ettől valamiféle természetes ív keletkezett, tulajdonképpen magát írja ilyenkor a történet, és mégis lesz egy történet. Tehát azt mondom, hogy igazából ennek nincs története, de van, mindennek van története, csak máshogy nevezzük. Én a történetet, nekem nagyon sok minden történet, meg nagyon sok minden fontos, mondjuk ebben a filmben, ami másnak esetleg nem történet és nem fontos. Két tökéletesen különböző nyelvezet, és a közönséget máshol érinti meg, máshogy érinti meg, máshol és máshogy. Ugyanis a színházban a közönség vág, tehát a közönség editál, ő választja ki, hogy kit követ a történet egész másfél órája alatt. A filmben én döntöm el, mint a rendező, tehát én mutatom neki a képeket, tehát le kell tegyem a filmnél a hangsúlyokat. A színházban nincsenek így letéve, ennyire konkrétan letéve a hangsúlyok, és azt el tudom képzelni, hogy aki a színházat látja és végigkövet egy történetet valamelyik szereplővel, annak a film csalódást fog okozni, mert nem azt a történetet, nem tudja azt a történetet nézni, amit ő szeretne nézni.
én eleve színészként kezdtem el ezt az egészet, és azokat a filmeket, amiket eddig elkészítettünk, is úgy éltem meg, mint hogyha játszottam volna benne. Tehát nem éreztem a különbséget. Az, hogy éppen nincs jelen az arcom a filmben, az tulajdonképpen észre sem vettem. Mert ugyanúgy tulajdonképpen, amikor a jeleneteket kialakítjuk, akkor én benn vagyok a jelenetben, és úgy alakul a jelenet, hogy én részt veszek benne az egésznek az irányításában, figyelem belülről a dinamikáját, az energia áramlásokat. Apróbb technikai dolgok mások. Nem színészként fogom föl saját magamat, vagy nem rendezőként fogom föl saját magamat, hanem az egésznek egy alkatrészeként. Tehát nem feltétlenül magamra figyelek, hanem az egészre figyelek. Magamra csak úgy figyelek, ahogy az egészen keresztül tudok magamra figyelni. Tehát ilyen technikai dolgok voltak, hogy visszanézni, hogy ez most jó. De általában magamat nem is nagyon néztem vissza. Nem volt lehetőség, mert egy ilyen fényképezőgépe vettük fel a filmnek az egy részét, nagyobb részét is. Egy kis LCD részé volt, kis monitor, azon nem láttam úgyse a képet rendesen. Az ember valamennyire már, nekünk már azért csináltam egy pár filmet, és ha látom azt, hogy milyen optika van a gépen, akkor tudom azt, hogy kb. Mi a kép, tudom, hogy azon belül mik az arányok, úgyhogy nem volt bonyolult. Tehát én, ha olyan feladatokat kell csinálni, amiket szívesen csinálok, és például egy szerepeljátszása az, a rendezés is az, de apárnak lenni is az, férnek lenni is tud az lenni, akkor azt szívesen csinálom, és terhelhető vagyok a végtelenségig. Ha viszont olyan dolgokat kell csináljak, amiket nem szeretek, akkor azt nem tudom csinálni. Tehát 10 percig se, 5 percig se. Egyszerűen tiltakozik a szervezetem ellene. Én, amit most 2016-ban átlátok, az 3 generáció. Egy picit még van rá látásom egy negyedik generációra is, ez a nagyszüleimnek a generációja, az a mostani 90 éveseket jelenti. Aztán a szüleink generációja, a mi generációnk a középkorúak, és az alattunk járó generáció. És pont egy órával ezelőtt volt itt nálunk egy társaság, és erről beszélgettünk, hogy a mostani filmekben megjelenő értékrend, ami már az új generáció, tehát a legfiatalabb generáció értékrendjét testesíti meg, az nagyon furcsa, mert a karrier az mindennek fölött van jelen pillanatban, én azt látom. Tehát a párkapcsolat, tehát van egy ilyen leosztás, hogy mi van az érték hierarchia csúcsán, a emberi kapcsolatok, a karrier, becsület, valami ilyesmi. És még egy generációval lejjebb a becsületnek, a kimondott szónak, az, hogy például megígérek valamit, és azt mondjuk nem teljesítem, annak lelkiismert fordulás volt a következménye, ez már mostanában azt látom, hogy a legkevésbé jellemző. Ez nem kérdés. Valaki elkésik valahonnan, az ennyi. Vagy nem megy el valahova, az ennyi. Még nálunk, még a mi időnkben ez probléma volt, aztán a szüleink és a nagyszüleink generációjánál is beszélve. Tehát van egyfajta felhígulás erkölcsi vagy etikai téma. Most nem akarok itt papolni, természetesen meg a legnagyobb hülyeség az, amikor itt azt mondjuk, hogy a fiatalok és nem. De ez érezhető, és a filmekből is és átszüremlik. Az biztos, hogy a mi alkatunk, vagy az én alkatom, az visszolyog. Tehát én visszolyogok ettől a fajta hozzáállástól az élethez. Nem tudok ebben feloldódni egyáltalán.
persze vannak ambícióim, nekem is, meg vannak ambícióink, de valahogy az, hogy én mondjuk azért csináljuk meg egy filmet, hogy minél több pénzt keressek vele, vagy az, hogy különböző díjakat nyerjek vele, az nem elég fűtőanyag. Azért én nem tudnék filmet készíteni. Azért, hogy emberekkel közösen, értelmesen eltöltsük az időt, az úgy fel tud villanyozni, és mi ezért csináljuk. Mert van egy élet, egyre rövidül, és ebben az időben vannak napok, és ezeket valahogy az ember szeretné úgy eltölteni, hogy abban jól érzi magát, és nem pedig valami ilyen teljesen sekélyes álmokat kergetni, mert annak így értelmét nem látom különösebben. Az emberek nagy része ma már ezt a kétdimenziós képet figyeli. Egy ilyen négyzetet figyel a nap nem tudom hány órájában. Nem lehet, hogy annak ne legyen hatása az életére. Tehát reggel föl kell, kinyitja a számítógépet, vagy megnyomja a telefonját, ott csekkolja a Facebookot, a híreket, és különböző mozgóképek támadják. És ő kattint. Ez csak ami a telefonról és mondjuk a számítógépről jön. Szórakozásképpen elmegy moziba, vagy bekapcsolja a tévét, rengeteg információ jön be, nem hiszem, hogy ennek ne lenne hatása. Nem tudom, hogy mi a hatása, de nem elképzelhető az, hogy nincsen. És a nagy számok törvénye szerint valószínűleg 80%, ami bejön ebből a szemét. Tehát az azt jelenti, hogy az ember folyamatosan mérgezi magát. Tehát én azt gondolom, hogy a hatása ennek valószínűleg nem túl jó. Mert ennek tényleg a nagy százalék a szemét. Mint ahogy most nem akarok belemenni abba, hogy mi az érték és a nem érték közti eloszlás úgy általában az életben, de ott is az van, hogy a 80% a szemét. Mi, amikor ezt a történetet elkezdtük csinálni, és a mai napig ez így van, és a következő történetet is így csináljuk, nem szándékosan nem akartunk semmiféle üzenetet megfogalmazni a történeten belül, sem pedig válaszokat megfogalmazni a történet által felvetett problémákra. De még kérdéseket sem akartunk föltenni, egyszerűen csak megmutatni ezeket a jeleneteket úgy, ahogy vannak. A válaszoknak, a kérdéseknek és egy esetleges üzenetnek vagy üzeneteknek ideális esetben a néző agyában kellene megfogalmazódni, miközben nézi ezeket a jelenetsorokat. A legideálisabb az, hogyha már nem is egy jelenetsort néz, vagy miközben a jelenetsort nézi, tulajdonképpen a saját életén gondolkozik. És ezek a kérdések, válaszok már a saját életére vonatkoznak. Tehát egy olyan folyamatot indít el, és ez volt a célunk, és a közönséggel való találkozások során nagyjából meg is győződhettünk arról, hogy valamennyire célt ért a vállalkozás. Tehát a film vagy a színházi előadás nézése során a saját életére tud megtalálni válaszokat, így módon talán segít élni. Ez volt a célja. Ennél többet ez nem tud. Mi nem is akartunk és nem is vállaltunk többet. Én nem tudok, bizonytalanok vagyunk mi is, akik csinálták ezt a filmet ezekben az alapkérdésekben, amikről szó van, ebben párkapcsolati kérdésekben, hogy mi a probléma mondjuk 19 év együttlét után, elválni vagy nem elválni. Most erre én mit mondjak? Tehát meg tudom mutatni. Meg lehet nézni, és aztán lehet rajta gondolkozni. Mindenki próbálkozik azzal, hogy valahogy nyakon csípni, és megmutatni azt, hogy mi történik körülöttünk, mi zajlik körülöttünk. De a legtöbb esetben ez
túlságosan direktre sikeredik, ettől didaktikussá is válik. És az az embernek az érzése, amikor egy-egy ilyen rólunk szóló történetet megnéz, hogy igen, ezt tudjuk, na és akkor mi van? Mert persze mindent tudunk, de valahogy mégiscsak beszélni kell erről. És beszélni kell arról, hogy mi az, ami foglalkoztat minket, mi az, ami nyomaszt, mi az, amitől nyugtalanok vagyunk, mi az, amitől neurotikusak vagyunk, minden ilyesmiről. Mert ez az egész társadalomra jellemző, ezek az egész társadalom jellemzői. És ugye a beszélgetéseknek, amikor a próbák során vannak a szünetek, mindig két iránya van. Az egyik iránya az az, amikor ugye kimegyünk cigizni mondjuk egy szünetbe, és elkezdünk arról beszélgetni, hogy mit olvastunk az interneten. Mi volt, mik az új hírek. Hallottad, hogy jó, megint robbantottak Isztambulba, és nem tudom, vagy bele szaladta az autó Berlinbe. És hogy mi van itt a hatalom kérdésével Magyarországon, hogy már megint ezek már mindent megvettek, ezek már hihetetlen, hogy az egész országot túszul ejtették, akkor a harmadik, hogy elképesztő, hogy nem lehet egy iskolát találni. És tehát, hogy megy ez a része, ezek nagy absztrakt társadalmi témák. Homoszexualitás, bevándorlás kérdése, a hatalom kérdése, a gazdasági bűnözés, stb. És a beszélgetés másik témája pedig a teljesen privát, és ezekről általában az információink mindig az internetről jönnek, tehát nem személyes tapasztalatok a legtöbb esetben, hírek, amikről megvan az embernek természetesen a véleménye. De hát mégsem személyes tapasztalat. A másik iránya a beszélgetésnek az az, amikor hogy van a fruzsina? Hát jobban van, de még mindig jár kezelésekre, jó. És mit mondanak, hogy lesz? Hát, hogy úgy rendben lesz. És a gyerekek? Hát a gyerekekkel most egy kicsit kínlódik a kisebbik az óvónéni, az óvistársaival, mert stb. És akkor kezdődnek ezek a beszélgetések, amikhez meg van személyes tapasztalatunk. Mind a kettő a társadalomról szól. Az egyik a híreken keresztül, a másik pedig a személyes tapasztalatokon keresztül, és mi, amikor azt mondtuk, hogy igen, arról szeretnénk beszélni, ami itt és most van, hát itt és most van ez is, meg az is, de beszéljünk arról, amiről valóban van személyes tudás, tehát van elég tudásunk róla, és ha feltesznek három kereszt kérdést, akkor arra nagyon határozottan tudjuk a válaszokat, vagy legalábbis tudunk róla mesélni történeteket, vannak emlékeink és vannak karakterek a fejünkbe, akik ezeket is, ezeket a mondatokat mondták itt és itt, mert láttuk, hallottuk, résztvevői voltunk. Tehát ez így szól a társadalomról, ahogy mi megéljük. Ez persze teljesen szubjektív. Szubjektív, de én más nem tudok. Mi ennyit tudunk. Tehát én arról nem tudok beszélni. Én nem tudok. Van véleményem természetesen, de nincs elég tudásom arról, hogy az absztrakt társadalmi kérdésekről absztrakt módon, vagy akár az absztraktot hozva a konkrét tumok szintjére beszéljek, mert nincs elég információ a birtokomban. És ezek az információk, amik vannak, nem mindig jönnek meg bizható forrásokból. Tehát lehet, hogy ezek teljesen manipulált dolgok, és én ezt nem tudom. Amit például a menekült kérdésről el lehetett volna mondani, nagyon, nagyon határozott véleményem van elméletben erről a kérdésről. De hát itt én ebből mit tudok megtapasztalni? El tudom mondani azt az élményt, ami nagyon határozott és megmutatható, amikor jöttünk Szabadkáról, Röszkénél át a határon, ott ültünk egy autóban, a gyerekek hátul, én az Orsolyával valamilyen hülyeségen veszekedtem, látom azt, hogy a kukoricáson keresztül az egyik
ilyen kis vágott ösvényen jön egy menekült két zacskóval, így közben, miközben zajlik a teljesen értelmetlen veszekedés, azon gondolkozok, hogy ez biztos bemegy a közeli faluba, és bevásárol, és akkor viszi abba a nájlon faluba, ami rá van gyakorlatilag így nőve a kerítésre, ilyen nájlon vizékből összerakva. És ott a poros porfelhőbe, ott az autók között jön az első, jön a második is, ilyen zacskókkal mennek oda, és már megy le a nap. És mi arra szólunk előre ebbe a kocsisorba, és zajlik a veszekedés. Ennyi. Tehát ez az, ami megmutatható ebből a témából. Ennyit meg tudok mutatni. Minden egyéb az spekuláció, fantázia. És általában ezek mind közhelyekig futnak, sajnos, mert az a legtöbb esetben valami filmélményekből, előképekből táplálkozik, és már azok a filmélmények is szerintem közhelyesek, amikből táplálkozik. Tehát egy ilyen másolat másolatának a másolatai, epigonok epigonjainak az epigonjaival eljátszva, vagy megrajzolva. Ezt én nem ezen az úton megyünk most, mi a másik utat választjuk.